forráshiány miatt szükségessé vált az intézmény finanszírozhatóságának és hosszú távú működésének biztosítását lehetővé tevő megoldási javaslat kidolgozásába. Ebből a célból munkacsoport jött létre. A jelenlegi kormány a Magyar Állami Földtani Intézet és értékeinek megmentése érdekében megemelte az intézmény költségvetési támogatását. A gazdálkodási szabálytalanságokat elkerülendő megszüntette a gazdasági igazgatóságot. A MÁFI gazdasági üzemeltetési és fenntartási feladatait 2011. január 1-től a Magyar Bányászat és Földtani Hivatal középirányítói jogkörbe végzi. Az intézet ennek keretében további támogatásértékű bevételt kap az MBFH-tól működésének biztosításához és többlet feladatainak ellátásához. Az állami támogatás megkétszerezése és további feladatok delegálása áttörésnek számít az elmúlt több mint egy évtized gyakorlatához képest, és egyértelműen igazolja az irányítói elkötelezettséget az intézet működtetése mellett. A szigorú gazdálkodás és konszolidációs törekvések eredményeképpen a fizetőképesség megtartása mellett sikerült megszüntetni az intézet adósságát. Jelenleg is folyik az intézmény szakmai működésével kapcsolatos felülvizsgálat, melynek eredményeként tervezhetővé válhat a feladatok zavartalan elvégzéséhez szükséges szakemberállomány. A Magyar Állami Földtani Intézet székhelyéül szolgáló irodaház, az önt által is említett Stefánné út 14 szám alatti műemléképület, kiemelt műemléképület, a magyar állam tulajdonában és a MÁFI vagyonkezelésében áll. Az épület sajátos jogi helyzetben van, ugyanis 1860-as évek végén a telket és az építési költségek egy részét fővárosi adományból biztosították, célhoz kötöttem, az Állami Földtani Intézet céljára. Tájékoztatom és biztosítom képviselő urat, hogy az épület műemléki értékével tisztában vagyunk, annak értékesítését nem tervezzük. A tervek szerint a MÁFI továbbra is a jelenlegi székházba folytatja működését. Tárcánk vizsgálja annak lehetőségét, hogy az ingatlan finanszírozása érdekében esetleg más állami intézmény is helyet kapjon az épületben. A szükséges felújítás külső források bevonásával tervezhető. Kérem, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék. Önöknek meg a figyelmet. Köszönöm, államtitkár úr. Megkérdezem, képviselő urat elfogadja az államtitkári választ. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Nagyon sok kérdést tettem fel, amire nem kaptam megnyugtató választ. Ön azt mondja, hogy az épület értékesítését nem tervezik, és ez valóban megnyugtató lenne, bár a külső források bevonásáról szóló hírek már kevésbé azok. Hogyha ez valóban így van, akkor is továbbra is nyitottak maradnak azok a kérdések, amelyet az intézet dolgozói tolmácsoltak felém és munkatársai, hogy tudniillik, továbbra is anyagi fedezet hiány vannak olyan alapvető dolgok, mint amit említettem az előbb is, hogy fűtés és postaköltség, és nem biztosította az utánpótlás, nem vehetnek fel fiatal kollégákat a nyugdíjazott kollégák helyére, és egészen addig, amíg ezek a kérdések meg nem oldódnak, megnyugtatóan, addig nem rendeződik az intézet helyzete sem hosszú távon, és ezért ezekre a kérdésekre nem kaptam megnyugtató választ, ezért nem tudom elfogadni a válaszát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem az országgyűlést, elfogadja az államtitkári választ. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ 184 igen szavazattal, 90 ellenében tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, áttérünk az azonnali kérdésekre. Hiller István, a Magyar Szocialista Párt képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás Miniszternek a közoktatásról 2. második rész címmel. Megkérdezem, képviselő urat, elfogadja a válaszadásra Hoffmann Rózsa államtitkár asszonyt. Igen, elfogadja. Öni a szó, Hiller István képviselő volt.
Elnök úr, tisztelt képviselő asszonyok és képviselő urak, igen tisztelt államtitkár asszony. Önök az elmúlt évben több olyan intézkedést tettek, amelynek eredményeként nemhogy megkönnyítették, hanem egyenesen ösztönzik az intézmény fenntartó önkormányzatokat arra, hogy iskoláikat, iskolájukat átadják egyházaknak. Ez a törekvésük olyan erős, hogy van olyan jelentős évszázadok óta Magyarországon iskola fenntartással is foglalkozó egyház, illetve egyháznak jelentős befolyásos személyisége, vezetője, aki saját egyházához fordulva azt javasolta és azt ajánlotta, hogy saját egyháza ne nyakló nélkül éljen azzal a lehetőséggel, egyfajta késztetéssel, amelyet önök az elmúlt évben lehetővé tettek, hanem óvatosabban éppen saját jövőjük érdekében. Az államtitkárság, amelyet ön vezet, tájékoztatása, illetve a sajtóban megjelent hírek alapján elmondhatjuk, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban tisztelt államtitkár asszony 88 iskola került különböző egyházak fenntartásába. Vannak olyan helyek, vannak olyan települések, ahol az egyetlen iskola, ahol tudnilik mások, más iskola fenntartó nincs került egyházi kézbe. Ez azt is jelenti, hogy az ott lakó gyermekek, illetve szüleik nincsenek döntési helyzetben, hogy tudnilik az állam önkormányzat által fenntartott iskolája, vagy más egyházi iskolába járassák gyerekeiket, vagy ott helyben az adott egyház által fenntartott iskolába, vagy más településen kell, hogy gyermekeiket járassák. Tisztelt államtitkár asszony, azt szeretném kérdezni, hogy önnek mi a véleménye erről, és ez a törekvés eddig, illetve ezzel a 88 iskola átadással mennyi forintjába, mennyi pénzébe kerül a Magyar Köztársaság állampolgárainak? Tisztelettel várom a válaszát. Köszönöm szépen. Tisztelettel kérem a házszabálynak megfelelően a 2 perces határidőt megtartani. Megadom a szót Hofmann Rózsa államtitkár asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, azzal kezdte a szavait, hogy mi nem könnyítettük meg az egyházaknak a dolgait, vagy bocsánat, az önkormányzatoknak a dolgait, hogy az iskoláikat fenntartsák. Szeretném elmondani, hogy ez a nehéz helyzet az önök idejében alakult ki, amikor is olyan terheket róttak az önkormányzatokra, hogy képtelenek voltak az intézményeiket fenntartani. Mi megörököltük ezt a rossz helyzetet, nem volt miből pótolni, tehát ma az önkormányzatoknak a jelentős része bizony komoly forráshiánnyal küzd, ahogy ez ön is tudta. Ezzel együtt is mi nem ösztönöztük az egyházakat arra, hogy átvegyék az iskolákat. Ön is tudja, hogy a törvény ehhez nem ad beleszólási jogot a miniszternek, de a döntés arról szólt minden egyes településen, hogy bezárják-e az iskolát, vagy átvegyék-e az egyházat. Őszintén szólva nem tudom, hogy ön mitől aggódik, mert az egyháziskola bizony nem azt jelenti, hogy ott a gyereket karanténba zárják, megverik vagy bántalmazzák, hanem azt jelenti, hogy nevelik, oktatják, míg az önkormányzat bezárta volna az iskoláit anyagiak miatt. Ön 88 iskoláról beszél, nincs még végleges szám, én 82-ről tudok, de nem is ez a 6-os különbség a lényeg, hanem az, hogy még ezzel együtt is az országban összesen 450 egyházi iskola lesz, ez az összes iskolák mennyiségének még kevesebb, mint 10%-a, körülbelül 8%-a. Amikor államosították az egyházi iskolákat, az államosítás előtt 1948. június 15-én a magyarországi iskoláknak több mint 60%-át a történelmi egyházak tartották fönn. Ma ez 8%. Ezért nincs mitől aggódni, tisztelt képviselő úr, ezek a gyerekek iskolába fognak járni. Több pénzébe pedig nem kerül az adófizető állampolgároknak, a pénz más csatornákon fog eljutni ezekhez a gyerekekhez. Köszönöm szépen. Viszont válaszol, megadom a szót Hiller István képviselő úrnak. Elnök úr, tisztelt államtitkár asszony, a fejtegetésének első része egyszerűen azt a célt szolgálta, hogy megpróbálja megmagyarázni azt az intézkedést, ami igenis ösztönzi az önkormányzatokat arra, hogy egyházaknak és ne más fenntartóknak, hanem egyházaknak adják át az iskoláikat.
Az államosításra helyes hivatkozni, ebben az érvelésben, történeti érvelés, meg azt mondom, hogy 1844-ben például az összes iskola egyházi kézen volt, következésképpen ennek különösebb jelentősége itt nincs. Abba viszont téved az államtitkárasszony, nem gondolom ugyanis, hogy meg akarja téveszteni a parlamentet, abban téved, hogy ez nem kerül semmibe. Tisztelettel kérem az államapparátusba azokat, akik oktatásügyhöz még értenek, és ön még nem rúgta ki őket, hogy számoljanak. A mi szakértőnk, a szakértőink kiszámolták, ez az 82 vagy 88 iskola 2 milliárd 556 millió 400 ezer forinttal kerül többe, mint hogyha önkormányzati iskolákat működtessen. Köszönöm szépen. 2,5 milliárd forint államtitkárasszony. Köszönöm szépen. Viszont válasz illeti meg az államtitkárasszony. Tisztelt képviselő úr, sajnálom, hogy ön felrúgta a ki nem mondott megállapodásunkat, eddig mindig udvarias hangot ütött meg, most ez nem teljesen sikerült, de nem neheztelek, megbocsátok, természetesen. Lehet, hogy 2 milliárd, de ha 3 milliárd vagy 1 milliárd is, ezt a pénzt az önkormányzatok nem tudták kifizetni, most az állam ki fogja fizetni. Attól azok az iskolák ugyanannyiba kerülnek, a pedagógus bérek ugyanannyiba kerülnek, most az állam az egyházi kiegészítővel át fogja vállalni. A kérdés tehát az, hogy járhatnak-e valahová iskolába a gyerekek, vagy sem. Ezzel az átvétellel a gyerekek járhatnak, jó tanítást, jó nevelést fognak. Könyörgöm, szakítsanak már azzal a sok évtizedes félelmükkel, hogy az egyházi oktatás kártékony és ártalmas a gyerekeknek. Nem az lesz ezeknek a gyerekeknek, jó dolguk lesz ezekben az iskolákban. És megismétlem, ez a pénz nem többlet, ugyanannyiba kerül az állami iskola, mint az egyháziskola. Köszönöm szépen, államtitkárasszony. Tisztelt Országgyűlés, Vona Gábor, a Jobbik képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Mer-e a miniszterelnök úr a cigányságról őszintén beszélni címmel? A miniszterelnök úr halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadásra Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter urat jelölte ki. Kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy a miniszterelnök úrtól személyesen kérje választ. Megvárnám a miniszterelnök urat, ha már vártam ennyit rá. Köszönöm szépen. A miniszterelnök úrnak a soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolni. Tisztelt Országgyűlés, Hegedűs Lórántné és Lenhár Balázs, a Jobbik képviselői azonnali kérdést kívánnak feltenni a miniszterelnök úrnak. Területfejlesztés vagy fenntartható fejlődés címmel. A miniszterelnök úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter urat jelölte ki. Kérdezem a képviselő asszonyt, elfogadja a válaszadó személyét. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelettel megvárnám a miniszterelnök urat. Köszönöm szépen. Így a miniszterelnök úrnak a soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Tisztelt Országgyűlés, Balczó Zoltán, a Jobbik képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Hogyan tervezi miniszterelnök úr a multinacionális vállalkozások közteherviselésbe való bevonását, a válságadók kivezetését követően címmel? A miniszterelnök úr halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadás Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter urat jelölte ki. Kérdezem alelnök urat, hogy elfogadja a válaszadó személyét, avagy a miniszterelnök úrtól személyesen kérje a választ. Elnök úr, személyesen szeretnék választ kapni a miniszterelnök. Köszönöm szépen. Köszönöm. A miniszterelnök úrnak a soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Tisztelt Országgyűlés, Lenhár Balázs, a Jobbik képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Bank elnökének. Mikor fejezi be kártékony tevékenységét az MNB címmel? Figyelemmel arra, hogy a mai ülésünkön sem az elnök, sem a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi 58. törvény alapján őt helyettesíteni jogosult általános hatáskörű alelnök sem tud részt venni, ezért az azonnali kérdés az Országgyűlés következő ülésén hangzik el. A Nemzeti Bank elnökének legkésőbb
A harmadik soron következő azonnali kérdések órájában személyesen kell válaszolnia. Tisztelt Országgyűlés, Volner János, a Jobbik képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek. Drága az energia, ennyit ér a hatóságilag szabályozott árcímmel. A miniszter úr halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadásra Fónagy János államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem, képviselő urat, elfogadja a válaszadó személyét. Elfogadja, önni a szó, Volner János képviselő úr. Államtitkár úr, emlékeztetnék még a választások előtt tett ígéretekre, amelyek arról szóltak, hogy a magyar fogyasztókat meg fogják védeni a multinacionális vállalkozások önkényétől, meg fogják védeni, amennyire lehetőségük engedi az ezzel kapcsolatos áremelésekről. Hát én azért emlékeztetni szeretnék a tényekre. Amit a kezemben tartok, az az EUSTAT június 29-i közleménye, amelyben fölmérték azt, hogy hogyan változott az elektromos áram és a földgáz ára vásárlóerő paritáson, illetve nominális értéken egyaránt. Ebből megtudhatjuk azt, hogy Magyarországon fizetünk legtöbbet Európában az elektromos áramért, vásárlóerő paritáson mérve 25,66 euróba kerül 100 kWh elektromos áram. Ebben az esetben én tehát semmiféle hatékony piacvédelmet vagy hatékony fogyasztóvédelmet nem látok. A számok azt mutatják, hogy Magyarország a legdrágább állam ilyen szempontból. De menjünk tovább. Földgáz árak tekintetében Bulgária után Magyarországon a legmagasabb a földgáz ára vásárlóerő paritáson mérve, 26,92 euróba kerül a földgáz. Emlékeztetni szeretnék arra is, hogy még Európában mindössze a világpiaci árváltozások miatt 7,7%-kal nőtt a földgáz ára. Itt az EUSTAT kezemben levő tájékoztatója szerint Magyarországon 2010 második felében, az önök kormányzása alatt 19,6%-kal változott a földgáz ára. Növekedés volt át ezen a területen is. Tehát még az egyik oldalról komoly piacvédelemről, komoly fogyasztóvédelemről beszélnek, a másik oldalon elszabadultak az árak, és mint a legutóbbi eset is azt mutatja, az önkormányzati távhőcégek 2011. július 1-től különadó megfizetésére kötelezettek, azaz egy olyan elhibázott ágazati adónak esnek áldozatul, amit az önök kormánya vezetett be, az önök kormánya rót királyuk. Hát ennek teljesen nyilvánvaló, hogy mi lesz a vége, az, hogy a távközlési multik mintájára át fogják hárítani ezeket a költségeket a fogyasztóra, azaz miután önök megfizettetik az önkormányzati távhőcégekkel az adókat, ezek semmi egyebet nem fognak tenni, át fogják terhelni a távhűtéses lakások fogyasztóira, és ilyen módon gyakorlatilag ismét csak a lakosság fizeti meg az önök megszorításainak a költségeit. Köszönöm szépen! A válaszadásra megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! A kormány a háztartások kiadásainak egyre növekvő részét kitevő rezsiköltségek emelkedését minden eszközzel fékezi és fékezni kívánja. Ígéreteinknek megfelelően tavaly felülvizsgáltuk és módosítottuk a villamos energia és földgáz árszabályozást. Jelenleg folyamatban van a távfő árszabályozás felülvizsgálata. Az átalakítások alapvető célja az volt, hogy az egyetemes szolgáltatás keretében vételező fogyasztóknak csak az indokolt költségeket kelljen megfizetni. Azon túl, hogy az egyetemes szolgáltatás jár megállapítása az energiapolitikáért felelős miniszter hatáskörébe került, változott az importárképlet, 4,5%-ban maximáltuk a rendszerüzemeltetők által elismert tőke megtérülés mértékét, módosult a nyerességkorlát és az infláció figyelembevételére vonatkozó tényezők, sávos árszabályozást vezettünk be. Mindemellett a nemzeti tulajdonban lévő energetikai társaságok megerősítésével versenyhelyzetet teremtettünk a piacon. Az átalakításoknak köszönhetően az 1200 köbméter alatti fogyasztók számára a gáz ára 2010 áprilisa óta nem változott. A Széll Kálmán tervben a rezsiköltségek befagyasztására tett kormányzati vállalásnak megfelelően július 1-ével nem emelkedett sem a földgáz, sem a villamosenergia, sem a távfőszolgáltatás végfogyasztói ára. Mindezt úgy sikerült elérni,
hogy közben a világpiaci árak növekedése jelentős áremelési nyomással járt együtt, így ennek kezelése jelentette az elsődleges feladatot. Köszönöm szépen. A képviselő úrnak egy perces viszont válaszra van lehetőségén. Köszönöm szépen. Államtitkár úrral ellentétben én nem vagyok azon különösebben meglepődve, hogy július 1-től nem nőttek a távfűtéses ára, de most még nincs fűtési szezon ugyanis. Én azonban erősen feltételezem azt, hogy miután megadóztatják az önkormányzati cégeket, nyilvánvaló, hogy az önök megszorító politikája miatt nehéz helyzetbe került önkormányzatok nem fogják tudni ezeket az adókat kigazdálkodni, gyakorlatilag ezeknek a cégeknek, ezeknek az önkormányzati vállalatoknak nem lesz más választása, mint hogy át fogják hárítani a fogyasztókra. Ugyanúgy, ahogyan áthárítják jelenleg a mobil szolgáltatók is, összehangolt áremelést hajtanak végre 3 hónapos időeltéréssel az összes mobil szolgáltató Magyarországon, ennek tehát semmilyen más útja nincs. A tényekkel, a számokkal szemben nem lehet vitatkozni, én kérem államtitkár urat, hogy nézze meg az EU-stat tájékoztatóját, feketén-fehéren cáfolják az ön szavait. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Államtitkár urat is megilleti a viszontválasz. Köszönöm szépen. Képviselő úr kérdés formájában feltételezéseit adja elő, és a fogyasztók érdekében is remélem, hogy az ön feltételezései azok nem bizonyulnak majd valósnak. Ami pedig az adatokat illeti, én is arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy nem mindegy, hogy mit mivel hasonlítunk össze. Matematikailag is igaz, meg azért is, mert az árnyomás miatt különösen fontos, hogy az adatokat milyen adatok alapján végezzük. A kormány intézkedéseinek hatásai a nemzetközi statisztikai összevetésekben egy év múlva jelennek meg, akkor végezhetően reális felmérés. Szükségesnek látom ismételten hangsúlyozni, hogy hazánkban az elmúlt hónapokban az energiaár emelés elkerülése volt az elsődleges feladat, amit meglátásom és a tények szerint a kormány sikerrel teljesített. Köszönöm a türelmét, elnök. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Szabó Rebeka, az LMP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek. Meddig tartja még vissza a kormány a civil szervezeteknek járó uniós támogatásokat címmel? Megkérdezem, elfogadja-e Cséfalvai Zoltán államtitkár urat a válaszadásra kijelölt szemét? Igen, elfogadja, öni a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr! Egyre kínosabbak a szlovák és bolgár sajtóban megjelenő cikkek arról, hogy a magyar kormány megtagadja az uniós projektekben résztvevő magyar és külföldi civil szervezetek számára az EU-tól érkező pénzek kifizetését. Különösen szomorú, hogy egyes határon túli magyar szervezetek is a fizetésképtelenség határára sodródtak emiatt. A kérdéses projektekben a partnerek érvényes szerződéssel rendelkeznek a főpályázó magyar nemzeti parkokkal, amelyekhez az Európai Unió által folyósított összeg érkezik. Ennek ellenére hónapok óta nem jutnak pénzükhöz. Eddig az EU pénzügyi alapjaihoz kötődő környezet- és természetvédelmi programok fennakadás nélkül működtek. Ám az államháztartási törvény tavalyi módosítására hivatkozva a költségvetési szervek, például ez esetben nemzeti parkok, nem fizetik ki a projektekben résztvevő civileknek a nekik járó uniós forrásokat. A hasonló programokban a főpályázó feladata és felelőssége az unióval aláírt szerződésnek megfelelően a pénzeszközök átadása a partnereknek, hogy azok a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek eleget tehessenek. Amennyiben ez nem teljesül, az alábbi következményekkel kell számolnunk. A már átvett uniós támogatást kamatostul vissza kell fizetni Brüsszelnek, a partnerek eddig felmerülő költségeit magyar állami költségvetési pénzből kell esetleg kifizetni, kérdésessé válik a Magyarországnak nyújtott EU támogatások folyósítása, és a kormányzat negatív megítélése tovább erősödik bel- és külföldön egyaránt. Kérdésem ez esetben több minisztériumhoz is szólhatna, hiszen a közigazgatási vagy a vidékfejlesztési minisztérium közreműködése is szükséges lenne a megoldáshoz. Ezúttal azonban Cséfalvai államtitkár urat kérdezem, hogyan kívánják rendezni az EU-s pályázati pénzek kifizetését, biztosítva, hogy Magyarország sem most, sem a jövőben ne essen el az Európai Unió által nyújtott pénzügyi támogatásoktól. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselőasszony.
A válaszadásra megadom a szót Séfalvai Zoltán államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony. Mindig nagyon köszönöm a kérdést, mert egy rendkívül fontos problémára világítja rá a figyelmet, nevezetesen ami a civil szektorral történik Magyarországon, vagy történt az elmúlt évben. Vekben én úgy gondolom az elmúlt 8 évben egy nagyon rossz szocializációs folyamaton mentek keresztül. A civil szervezetek projektről projektre élnek. Gyakorlatilag a civil szervezetek nagy része egyébként egy államtól függő intézményrendszer, és nem hiszem, hogy a civil szervezetnek ez lenne legeslegfontosabb feladatuk, hogy különböző projektekre vadásszanak, és ezzel próbáljanak megélni. Hadd utaljak arra, hogy milyen évet írunk most. Jelen pillanatban az önkéntesek évét írjuk. Meg kéne nézni statisztikában egyébként, hogy a civil szervezeteknél mennyi az önkéntesek aránya. Minimális. Tehát egy-egy szervezetnél egyébként az önkéntesek száma szinte a nullával egyenlő. Tehát én azt szeretném ezzel azért előre bocsátani, az egész civil szektornál jelentős lépésekre és változtatásokra van szükség. Nem hiszem, hogy a civil szektornak az lenne az igazi lényege és feladata, hogy államtól függő és projektvadász cégekként működjenek. Az önkéntesekben egyébként nagyon sok lehetőség van, ami nincs kihasználva, és ahogy említettem, hibás az a politika, ami az elmúlt 8 évben ahhoz vezetett, hogy gyakorlatilag a civil szervezetek, ha nem kapnak valamilyen projektnél támogatást, ha nem jutnak, teszem azt, egy uniós támogatáshoz, akkor összeesik az egész rendszer, és összeesik maga a civil szervezet, és addig egy ilyen látens állapotban található. Csak egy adatot mondanék, ugye 55 ezer civil szervezetnek egyetlen adat, egyetlen egy foglalkoztatottja sincsen, még egy részidős foglalkoztatottja sem. Tehát a civil szervezetek rendkívül fontosak lennének ebben az országban és ebben a gazdaságban, sajnálatos módon azonban rossz szocializáció miatt nem tudják ezt a szerepet betölteni, és akkor még a kérdésének egy részére a következő egy percre visszatérnék. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Viszont válasz illeti meg a képviselőasszonyt. Köszönöm a választ, bár őszintén szóval teljesen meg vagyok döbbenve. Egyrészt a kérdésemre nem kaptam választ, hogy hogyan kívánják rendezni azt a helyzetet, hogy vannak elvállalt EU-s projektek, amiknek a forrása része már megérkezett a magyar szervekhez, és egyszerűen nem tudják továbbadni a projektben szereplő civil szervezeteknek ezt a pénzt. Tehát gyakorlatilag egy törvénytelen helyzet áll fönt, ami teljesen működésképtelenné teszi ezeket a projekteket. De egészen elképedve hallom államtitkár úrnak, amit itt a civil szervezet működéséről mondott. Nem tudom, hogy tisztában van-e azzal, hogy ezek a környezet és természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek olyan komoly szakmai munkákat végeznek, ami nélkül nem arról van szó, hogy a civil szektor fog összeomlani, hanem a magyar állami természetvédelem fogadott esetben összeomlani. Bár tudom, hogy már elég a tönk szélére sodorták így is, de még a maradék kapacitását is teljesen elveszik, hogyha tönkreteszik ezeket a civil szervezeteket. Én tényleg javaslom akkor ezúttal, államtitkár urat kérem, hogy konzultáljon a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelemért felelős államtitkárságával, és próbáljanak meg közösen megoldást találni erre a problémára. Köszönöm szépen. Az államtitkár urat is viszont válasz illeti meg egy percben. Igyekszünk minden problémára a megoldást találni. Azért hadd utaljak arra, hogy az elmúlt esztendőben a civil szervezetek a TÁMOP és a TIOP keretén belül 41 milliárd forintos támogatásban részesültek 655 projekt. A problémám az egésszel az, hogy hogy élhet meg egy civil szektor úgy Magyarországon, hogy állandóan valamilyen felső pénzre átsingózik, és felső pénzt próbál szerezni. Ettől lesz államfüggő. A civil szervezetnek nem az a lényege, hogy államfüggő legyen. A konkrét válaszra pedig az, hogy a törvényi előírás nagyon helyesen idézte, nemzeti parkok nem nyújthatnak közvetlenül támogatást, közvetítőként jelenhetnek meg, és közvetítőként ezt a fajta feladatot elláthatják, ezért a kérdésére a konkrét válasz az ez lenne. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, a Lakatosné Sira Magdolna, a Fidesz képviselőasszonya azonnali kérdést kíván feltenni a vidékfejlesztési miniszternek. Közékkeztetés magyar termelőkkel címmel. A miniszter úr halaszhatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadása Ángyán József államtitkár úrat jelölte ki. Kérdezem, képviselőasszonyt elfogadja a válaszadó személyét? Igen. Igen, akkor önni a szó Lakatosné Sira Magdolna képviselőasszony. Köszönöm a szót. Tisztelt államtitkár úr, a napközbeni étkezés minden ember számára fontos és nélkülözhetetlen esemény. Egészségügyi szempontból azonban korántsem mindegy, hogy milyen minőségű tápanyagokat tartalmazó ételt juttatunk a szervezetünkbe.
A magyar társadalom egészséges táplálkozásra való ösztönzése és figyelmének felhívása több szempontból is különösen jelentős feladat. Egészségünk megőrzésének kulcsa a megfelelő vitaminok és nyomelemek bevitele a szervezetbe. Ezért korántsem mindegy, hogy mi is kerül az asztalra a közétkeztetés során a gyermekek és felnőttek elé, továbbá az sem, hogy az alapanyagait honnan szerzik be. Gyulán példaértékű kezdeményezés indult el a Mintamenza program. A program lényege, hogy helyi őstermelők kiváló minőségű alapanyagait vásárolják meg a közétkeztetésben résztvevő konyhák,